A Diák Olimpia nyílt sorozatával szemben az amatőr sorozatban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik legalább 2 évvel korábban befejezték a sportolás egyesületi szinten. Így vagy az adott sportág alapjait korábban klubszinten elsajátító, vagy a sportággal az iskolai testnevelési órákon megismerkedő gyerekek vetélkedhetnek az amatőr versenyrendszerben. Az 5.-6. korcsoportos röplabda Diák Olimpia megyei döntőjében az amatőrök között először indult el a vasvári, amely a fináléban az Éviszt 3-0-ra legyőzve meg is nyerte a tornát. Az első szett úgy gondolom, hogy jól játszottunk, valahol a második szett 8 magasságában egy kicsit talán már azt hittük, hogy zsebben ez a mérkőzés, és aztán egy nyugvány is vége egészen szoros lett, azt hittem, hogy egy picit könnyebb lesz. A lányoknál a tavalyi országos győztes aranycsapata a vártnál nehezebben kétszertes hátrányból fordítva szerezte meg az Zrínyi ellen az aranyérmet. Nagyon jól indult a sorozatunk a selejtezőben, nagyon jól szerepeltünk, jó mérkőzéseket játszottunk, viszonylag könnyű mérkőzéseket. Úgy gondoltam, hogy itt is viszonylag könnyebb lesz. Emberünkre találtunk úgymond itt a Zrínyi személyében. Nagyon ügyesek és nagyon technikás játékosokkal találkoztunk. Indisponáltan kezdtünk. Ettől függetlenül ők is bele-bele hibáztak, nagy akaraterővel és nagy játékakarással visszahoztuk a sírból úgymond a mérkőzést, a végén pedig úgy gondolom, hogy aki kevesebbet hibázott, az győzött. Az országos döntőt április közepén rendezik meg Debrecenben. A fiúknál és a lányoknál egyaránt 20 csapat lép majd pályára.